Hello, mi sziasztok, én Szeri vagyok, ma T69-el és a T54-el fogunk menni. Elsőként a T69-el fogunk csatározgatni, el is indítom a csatát. Két darab amcsi táros tank, a 8-as és a 9-es. Tír 9-et kaptunk. Ahogy látom, nincsen artink, és hogy nincs arti. Nagyszerű. Medium tankkal ezen a pályán két helyre mehetünk. Fölmehetünk ezekre a dombokra, és az itt beguruló hevikre tudunk lövöldözni. Vagy pedig ide jövünk a szokásos médium pozícióba, aztán fölvesszük a harcot az ellenség médiumjaival. Két E50 is van, hát egy elég jó kis szakaszban, szóval nem biztos, hogy én ide akarok majd jönni. Megnézem a város szélét először, aztán meglátom, hogy merre indul a hármas szakasz, vagyis az egyes szakasz, amiben hárman vannak. E50-ekre valószínűleg már majd töltenem kell a goldot, mert csak 181-es átütésem van. Be is töltöttünk közben, 25 másodperc nálam, elitalakulat nélkül. És ilyenkor 2 másodpercenként tudjuk kilövöldözni a lövedékeinket. Nem vagyunk túl pontosak, és a szűkülési időnk is, hát 3 másodperc körül van, úgyhogy nekem a tankon a ventilátor, stabilizátor és célzás gyorsító is van, hogy minél gyorsabban ki tudjam lőni a 4 darab lövedékemet. Amíg spotolgat, na igen, hoppá, hoppá, és ide jött az epic szakasz. Egy kritikus. Nem látok rá. Mögé. És... hát két lövést sikerült bevinnünk. Ezben lát az 50, 100, 20. Két visszább gurulunk. És mindjárt be is leszünk töltve. Van ott még egy tigris bigris is. Igen, ilyenkor jó lenne egy távcső vagy egy periszkóp, valószínű, hogy tudnám őket spotolni. Nagyszerű, és 8 is megérkezik végre. Na, 50. Na. Ó, igen, nagyon epik lövést láthatatok tőlem. Még ezt a két lövést jó lenne hasznosan kilőni valamire. Most elkezdek tározni, tuti, hogy most gurulnak vissza. Nem látok rá senkire sajnos. Na igen, láthatjátok, hogy a célzás időm az nem valami fantasztikus. Na igen, itt valószínű, hogy már látnak is. Amit töltünk, visszagurulok egy picit. Hoppá, hoppá. Na hát az E75 is úgy gondolta, hogy ő itt fog mesterlövészkedni hátul. Hát ezt a tankot nem éppen arra találták ki, bár elég pontos, de hát egy ilyen heavynek azért illett volna ott a városban alkotnia. Hát közben véletlenül kikerültem egy lövést, hogy visszavonultam. Szerencsés lövés az E50-be.
Jó, hát még visszavonulunk és töltünk be, na, goldot, töltjük be a goldot. Itt minden lövésnek át kellene már mennie. Ez a tomba eltakar engem? Na, így már jó lesz. E75-et itt hagyom Csalinak. Eddig úgy nagyon sok mindent tett hozzá a csatához. Most is keresztbe tolodgat össze-vissza. Hát az 55 megvárom, hogy itt kijöjjön amúgy. Vagy az 50 120-ra kéne. Igen. Igen, megjött a barátja. Hát itt jobb lenne kikapni, kevesebb HP-m van. Töltünk, visszagurulunk, hát úgy néz ki, hogy ezt a meccset buktuk. Jó lenne, ha még egy picikét kitartaná ez az E75. Még úgy 8 másodpercig körülbelül. Ajaj, 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 ajaj. Na igen, és most van vége. Hát, egyedül is maradtam. Hát igen. És le is ütközött. Na hát nem mondanám, hogy rossz meccs volt, mert tudtunk sebezni azért rendesen, de hát a csapatom az... Ez nagyon-nagyon-nagyon OP volt, sajnos. Na, lássuk is, hogy mit alkottak a többiek. Hát igen, 75 1500-at sebzett. 9-es Centurion se húzott bele. Ah, AMX 12 tonnás azért ő, tőle az 1350 az elég jónak mondható. 50-100, egy tárat se lőtt ki. IS-8, két lövés. Na, vannak még itt ilyen, hát igen, Stur Remil 0. Na jó, ezt... Várjunk, mire lőttem ott még rá. Mennyi lett a vége? Hát nem volt több sebzésem. Na jó, lássuk is a nagy tesót. Rajta is ugyanezek a felszerelések vannak. A ventilátor, a stabilizátor és a célzás gyorsító. Na lássuk. Gyakorlatilag ő ugyanazt tudja, csak valamivel vékonyabb a páncélja. És na hát Malinovka a pálya, itt is a gyengébb csapatot kaptuk. Ez egy 105 mm-es ágyú, 220-as átütéssel, és 390-es átlagsebzésünk van, ami azért elég brutál. Szóval négy lövedékkel egy IS-3-at lazán ki tudunk kapni, ha minden jól megy. Meg át is lőjük, hát tier 10-ben vagyunk. Médiummal be fogok menni középre. Nem, hát vagy ide inkább, mert annyira az álcánk az nem jó. Már 100%-os álca már ki van fejlesztve a tankon. Na hát itt az újratöltés az már egy picivel húzósabb, a 33,4 tized másodperc. Arti megint csak nincs. Ennek nagyon örülünk. Type 61-et elengedjük szépen.
Na hát igen, két lövés előttünk, és egyikkel se vittünk be sebző találatot. Ujj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 
FATD, hogy mi az médium, hogy lőjön. Hát szegény T-71-et ki is kapták. Hát elkezdtem újra tölteni. Igen, még 15 másodpercig tehetetlenek vagyunk. Jó, azért elég kemény tankjaink vannak a dombon, szóval nem lesz olyan egyszerű átgurulni rajtuk. Jó, hát a médiumjaink és a lightjaink már az ellenség bázisánál vannak. Na, 13. 75-ös. Nem vagyunk túl pontosak amúgy, mert... Jó, földbe lőttünk, aztán hogy meg lesz pedig. Azért csak sikerült. Ne nagyon spotolgasson ő itt semmit. Hát egy lövedékünk van még, próbálnám ellőni valahol, de szerintem újra fogok tározni. Na, mi lesz itt, fiúkák? Ó, hát és nagyon-nagyon szétkapták a tankjainkat a dombon, szóval töltöm be a goldot itt is. Aztán megpróbálom a Jagdpanzert támogatni innen hátulról. Még 15 másodpercig töltünk. Na és be is töltöttünk. Hát úgy látszik, hogy ott a másik oldalt is bukjuk, pedig azért oda rohant egy pár médium tankunk. Jagdpanzer érdekesen állt be. Kifagyott volna? Vagy már az elejétől kezdve AFK? Na mindegy. Nem fogunk előrébb gurulni egyelőre. Egy panzer így is úgy is spotolni fog majd, hogyha ráesnek. Na azért két médium csak csinálott valamit a másik oldalon. Igen. És töltünk.
De jó lenne ezt az AMX-30-et kikapni, nagyszerű. Próbálok valamit spotolni ennek az objektnek. Ó, és nem lett meg egy lövéssel. Franc, egye meg. Na és még egy tárgoldom van. Húsz másodpercig töltünk még, sajnos. Jó lenne azért bokor mögül kinézni. Hát Jagdpanzer egy 1001-eset lazán belénk küldhet, nem menne hozzá kedvem. Hihetetlen! Na hát és az 50B fog kivégezni, nagyszerű. Jaj, hát rajtad segítenem kéne. Hát így mondjuk nem. Na, a becsetről pattanni. És került lelopni. Na és egy médium támad még. Na, ahhoz képest, hogy indult ez a meccs. Jó, nem mondom, hogy annyira nagyon OP-k lettünk volna, de azért azzal, hogy szépen visszavonultunk ide az erdőbe, aztán hagytuk, hogy ránk essen az ellenfél. Azért itt 4 tankot is kikaptunk. Nem én egyedül, de objekttel itt azért alkottunk. Na és akkor Leopard prototype van még, hát nem tudom, hogy mire számított, hogy egyedül majd befoglalja a bázist. Bár mondjuk becset egy lövés lett volna. Na hát azért használtunk goldot rendesen, 50B az érdekesen viselkedett. Jó, mondjuk volt egy mákos lövésem is, ami a frontján ment át, én úgy láttam ott, onnan viszont pattanni kellett volna. A 2800-at sebeztünk. Na, volt egy ammorekkelésünk is, nem is figyeltem. Becset, az nagyon, nagyon adta. 6000 sebzés, az már döfi, még azzal a tankkal is. Na hát akkor megyünk még egyet a T69-el, és majd még egyet a T54-el is. Arctic Region a pálya, Tier 8. Ez, hát vannak dombok, fekszik egyelőre, úgy látom, hogy jó lesz. XVM szerint is mi állunk jobban, jobb csapatot kaptunk. Vannak heavy-eink bőven, remélhetőleg tudják, hogy ebben ezt a részt kéne megcélozni. Nekem pedig médiummal ide kéne mennem. Azt is fogom csinálni. Milyen medek vannak, CDC, két darab, huha, két kék CDC, ráadásul szakaszban, na hát ők oda várhatók, ez tuti 100.
Na hát ez a 3 ton kezdett, hogy kevés lesz. CDC-knek is azért elég jó ágyús süllyedésük van, meg elég jó az ágyújuk. Átütés terén. És hoppá, hoppá, és itt is van az első, akire ráengedhettem volna egy lövést, itt szerencsétlenkedek. Ajjajjajjajjaj, hát a Crusader SP. Hát javítsuk is, az ammó rekket kaptam, igen, lőszerre ezt javítottunk, és egy parancsnokot is, nagyszerű, imádom. Na hát CDC érkezett, jó tank, csak nagyon papír. A Panthert ki kell végezni nagyon gyorsan. Artik úgy látszik, hogy ide lövöldöznek, hát jó, a médiumok is átrassolnak a másik oldalon. Ott a másik CDC. Fél 150 is van ide lent. Na hát ennek a CDC-nek is egyébként hasonlóan jó az ágyú süllyedése, mint nekem. Jaj, csak hogy nekem van páncélom is valamennyi. Na jaj, nem kapok egyet, artik is pont rám látnak. Na jó, T-29 foglalkozzál a CDC-vel. Megpróbálok másfelé orientálódni. IS-3-at megpróbálom meglövöldözni, ha nem túl pontos ágyummal. Na, szűkülj, szűkülj. Hát szögben áll. Na hát igen. Ilyes 3 UP-tánk, Lorraine-től is kaptunk egy szépet, na. És ismételten ammórek, úgy látszik, hogy az artik azok csak ezt az oldalt fókuszálják, nagyszerű. Hogy el tudják baszni ezek a csicska szarok az ember játékát amúgy. Tessék, megint el van rajtam lőve minden, 50 másodperc alatt töltök be, hát ez... T-28 HTC is megérkezett, nagyszerű, hát. Na, hát igen, ez egy nagyszerű meccs volt, köszönhető ezeknek a nyomvadt artiknak. Kaptam a Crusader SP-től is, meg a Lorraine-től is, nagyszerű. És nézzétek meg a csapatomat, hát ledarálták a másik oldalt, IS-3 az nem tudom, hogy mit csinál ott. Na mindegy, erre a meccsre nem is vagyok kíváncsi, kereken ezeret se vesztünk. Még a HP-nk sincs meg, na mindegy, menjünk még egy meccset a T-54-1-jel. Látszik, hogy a T-69-el nem fog összejönni. Két veszt, hát nem, nyerni fogjuk valószínű. De hát nem tudtam megmutatni a tank erősségeit. Jó, mondjuk az első meccsben azért sikerült. Na lássuk. Na igen, és ugye az összes revolvertáros amcsi tank, nagyon imádom Murekket kapni, ezt láthattátok is kétszer egymás után, is azt kaptam. Na, Winterberg a pálya. Csataütközet. XVM szerint van 39% esélyünk nyerni. Ez nagyon-nagyon jó királyság. Több taktika is van, bemegyünk ide. Aztán próbáljuk felvenni a harcot az ellenség medgyeivel, vagy itt maradunk hátul, innen próbáljuk őket támogatni, vagy pedig, ami a legkockázatosabb, de mondjuk most ezzel fogok megpróbálkozni, hogy be fogok rohanni ide.
aztán ide fogok lövöldözni föl. Csak ehhez az kell, hogy innen is támogassanak meg a heavy-eink is, legalább feljöjjenek ide. Remélem értették a célzást, hogy jó lenne, hogyha erre is jönne valaki, mert innen szét tudnak kapni. Na hát az ellenfélnél van egy 44 ezer csatás CDC, hát az 3003-as VN8-al, hát az elég OP játékos. Itt körülbelül tőle félünk a legjobban, igen, itt is van. Jó, 13.95 ki kell lőnünk sajnos. Nem engedhetjük meg, hogy hibázzunk, jó. Na hát láthatjátok, tornyomat is ellőtték. Imádunk modulsérülést kapni. Jaj, ne! És bejön ez a kis... Hát és minden lövés át fog menni amúgy. Hihetetlen. Kösz, hogy támogattok, barátaim. Nagyon szépen köszönöm. És még ezt is meg fogja úszni, mert közben ammóreket is kaptam. Ó, Istenem. Istenem, ez a csapat. De jók vagytok. Na, hát STB1, nagyon szépen köszönöm. Na, gyakorlatilag HP-nk már nem maradt, egy lövések vagyunk bárminek. Na hát ki kell ugranom egy picit, mindjárt jövök. Itt vagyok. Hát, meglepő módon még élek. Előtték a tornyomat is. Hol van a T-57, ha nem látunk rá. Remélem most fog oldalba kapni. Majd próbálunk segíteni még az STB1-esnek. Na hát igen, CDC jól mozog. Na, elettünk még egy lövést. T57 Heavy-re vagyok kíváncsi, hogy hol van ez a kis... Igen, meg közben megkaptam a T69-et is hátulról, nagyszerű. Imádjuk a francia medeket, főleg kritikusokat lőni neki. Na hát akkor ennyi lett volna a tank bemutató. Nem is várom meg a végét, elköszönök, sziasztok, Szeri voltam. Nézzétek a csatornát, iratkozzatok föl, meg ilyesmi. Na, sziasztok, hello me, hello, hello, hello me.